Sziasztok! A mai napon, ahogy láthatjátok, elég érdekes az arcom, vagyis nem mindegy, hagyjuk. Szóval a mai napon egy kék sminket fogok nektek elkészíteni, ami egy kicsit fura az ízlésemhez képest, mert én amúgy annyira nem szoktam kék sminket viselni, soha nem szoktam. De mivel ma van a gólyabál, én pedig menni fogok rá, és ott a kék a téma, és a ruhám fekete, ezért muszáj vagyok valami kék sminket csinálni. Szóval megpróbálok ebből itt valami egészen elfogadhatót csinálni, és egy kicsit sürget az idő, alig 2,5 órán van rá, szóval lehet, hogy néha hadarni fogok. Ja, és ez a videó egyben egy első benyomások videó is, szóval minden, ami itt van, még soha nem használt, még egyszer sem próbáltam ki őket, szóval ez egy elég érdekes koncepció lesz, de majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Szóval szerintem rögtön kezdjünk is bele a videóba. Kezdem először is a primerrel, és én még soha az életben nem használtam primert, szóval ez egy nagyon-nagyon first impression lesz, szó szerint. És én ehhez a Rimmel London Fix and Protect primerjét fogom használni, ami nem tudom, hogy mit csinál őszintén, de elvileg tartósabbá kell tenni a sminket, szóval próbáljuk is ki. Nagyon fura, még tényleg soha az életben nem használtam primert, és itt a tükröm majd láthatjátok, szóval ide fogok valószínűleg nézni. Olyan, mint a hidratálót tennék az arcomra. Kicsit sűrű állagú. Eddig más véleményem nem igazán van róla, szóval nem tudom, hogy mit kellene mondanom egy primerről. Kicsit ragadós. Oké, primerrel kész vagyunk. Nem tudom, egy kicsit olyan érzete ad az arcomon, mintha lenne rajta valami krém, ami egyébként van is, mert van rajta hidratáló krém, meg arctisztító tonik is. Na de mindegy, folytassuk is az alapozóval, és az alapozóhoz én az Essence hashtag Insta Perfect alapozóját fogom használni a 10-es Cool porcelán árnyalatban. Mostanában kerültek ugye a boltokba ez az újfajta alapozó. Ennyi elég lesz vajon? És kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud. Eléggé felkeltette az érdeklődésemet, bár egy picit kicsike. És ezt az ecsetet fogom hozzá használni, amit Pink Pandáról rendeltem. Most pontosan nem jut eszembe a neve, hogyha majd megkeresem, akkor majd ide valahova felírom, hogy egyébként mi a neve az ecset szetnek, mert ez ugye egy szet volt. És nagyon tetszett a mintája, és le is volt értékelve, és szükségem volt ecsetekre. És bocsánat, ha hadarok. Lehet, ez egy kicsit idegesítő, nagyon idegesítő. Szóval ezt nézzétek el nekem, kérlek. Kis próbálom, remélem jó szín lesz. Ez volt a legvilágosabb, amit találtam. Egy kicsit talán sárgásnak tűnik. Remélem jó a felése is. Bár amúgy egyébként én csak BB krémet szoktam használni, szóval annál csak jobb lehet, nem? Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog beülni, meg szét mázolódni az arcomon az este során. Nem tudom, hogy mire számítsak egyébként tényleg, hogy mennyire fog elszeparálódni az arcom. Lehet, ez egy kicsit sok volt. Nem baj. Elég érdekesen nézek ki. Egyáltalán nincs rossz fedése, szerintem egy kicsit világos nekem is, úristen, a kamerába rohadt sárgás fejének tűnök. Érdekes, hogy most az először találok olyan alapozót, ami nekem túl világos. Ebben a fényben még jobban maszkszerűnek és zombinak nézek ki. Esküszöm, a való életben nem így néz ki. Korrektornak én az Avon Mark korrektorját fogom használni a felárnyalatban. Így néz ki az alapozó, mintha egy kicsit kevés lenne benne, alapozó korrektor, mintha egy kicsit kevés lenne benne, nem értem, hogy miért, mert soha nem használtam. Oké. Olyan, mintha bele lenne száradva. Csak a szokásos problémás területekre. Egy kicsit, mintha tényleg bele lenne száradva, vagy nem tudom. És mivel nincsen szemhéj alapozóm, ezért a szememre is azt fogom használni alapként. És itt ez az Essence-os kétvégű ecset, az egyik direkt korrektorra van. Készen vagyunk a korrektorozással, most pedig a Lovely HD Loose Powder-ével fogom
a szemem alatt. Nem tudom, mit csinálni. Magyarul nem tudom, mi ez a kifejezés. Na, nézzük, mennyire fog bejönni a ráncaimba. Remélem sem ennyire. Az arcom többi részét a rimmelszteimet 01-es transzparent árnyalatú hudelével fogom lefixálni. Következőnek a CarMax ajkálolóját fogom használni. Eddig amúgy a dolgok is jól mennek, szerintem. Mondjuk nem értem, hogy lehet egy alapozó világosabb nálam, mikor nekem olyan fehér bőröm van, hogy inkább ne is beszéljünk róla. Ez ilyen hűsítős, vagy nem tudom, vagy egy kicsit olyan mentolos, csípős. Térjünk át a szemöldökre, amit mindig ilyenkor szoktam megcsinálni, és mindig ijesztően nézek ki még ennél is. Ehhez én az Essence szemöldök ceruzáját fogom használni a 02-es brown árnyalatban, és még soha nem használtam rendes szemceruzát, csak szemöldök ceruzát, csak porpúdát rá, szóval ez egy érdekes procedúra lesz. Oké, ez egyáltalán nem néz ki olyan szörnyen, mint amilyennek hittem, hogy ki fog nézni. Talán egy kicsit világosabb, mint amilyen az én szemöldökömnek a színe. Itt egy cica. De könnyű vele dolgozni, puha, meg minden, szépen kitölti a helyeket, szépen formázható. Most, hogy a szemöldökünk készen van és ijesztően fest ki, ahogy szokott, áttérek rögtön is a szemekre, és majd később visszatérek az arcra. Ide beillesztem a képet, amit inspirációnak használok. Most nincs előttem a kép, csak így emlékezetből hozom elő. Először is ezzel az ecsettel fogok egy színt a Sofix Revolution palettából. Ez a legelső palettája. És fogom ezt a kupati árnyalatot, és felviszem az egész szemhéjemre. Ilyen pigmentáltságú szemhéjpúdert régen láttam. Elég könnyű vele dolgozni, és szép a színe is. Könnyen építhető, talán egy kicsikét foltos, szóval nem egyenletes, de csak maximum egy nagyon kicsikét, vagy csak én vagyok olyan béna. Aztán fogom ezt az ecsetet, és felviszem ezt a tiramisú árnyalatú színt a szemhéj zugomba végig. Most, hogy közelebb vagytok, talán láttok is valamit. Ez egy nagyon-nagyon durván néz ki. Lehet egy kicsit óvatosabban kellett volna bánnom a színekkel, mert nagyon-nagyon pigmentáltak. Oké, meg is van az alapunk, ami eddig láthatjátok, eléggé barna. Igen, eddig így állunk. Tök jó, nem? Egy kicsit érdekes. És akkor most térjünk rá az érdekes részre, a kékre. Na már most! Nagyon nehezen találtam kék bármit is a drogériákban, amikor elmentem ehhez sminket keresni. Mert nem volt itthon semmi kék sminkem, és ezt a kis Astor palettát találtam meg a 210-es Vip Soirée Saint-Tropez árnyalatban. Találtam egy Essence My Must Have Eyeshadow-t a 22 Holoholic árnyalatban, ami kékes, lilás, holós, szóval érdekes lesz. Straight into ebbe a csillámos kis színbe. Egyébként itt nagyon jól néz ki, a kezemen nem volt annyira pigmentált. De nem olyan, amilyet én szeretnék. Úristen, ennek szörnyű. Help me! Alig tudom felvinni az ecsetre, még setting spray-val is. Oké, így nem olyan rossz. Na jó, eddig úgy nézek ki, mint egy őrült. Aztán dolgozzuk a színek. Most komolyan nézzétek meg ezt a színt. Lehet, hogy nem látszik, sőt biztos vagyok benne, hogy nem látszik, de
szörnyű egyébként, hogy mennyire nem egyenletes az eloszlás a festéknek, hiába teszek rá egy millió réteget. Hát ez a paletta nem volt nyerő, de a mai estére sajnos ezt kell használni. Most fogom belül ezt a sötétebb szint, ami nekem amúgy nagyon szürkének tűnik, de egyébként kék, és megpróbálok azzal csinálni valamit. Hát ha segít valamit. És akkor most összedolgozzuk mint a színeket. Itt nem tudom, hogyan hasznosítjuk. Talán, hogyha középre felviszem. Oh. Ó, ez sokkal szebb így. A szemem alá felviszem a két kék árnyalatnak azt a részét, ami fennmaradt az ecsetem. És szerintem még a barna színből is egy kicsit felviszek ide. Ezt a kis ecsetet fogom használni. És újra a Sofix palettát. És fogom ezt a pingvin nevű árnyalatot itt. A fehéret, és a szemöldök vonalam. A szemöldököm alá viszem fel. A belső szemhézugunkba pedig ezt a szürke árnyalatot viszem fel a palettából. Hát reménykedjünk a legjobbakban. Hát építsük fel. Amúgy ez ilyen kékes inkább. Most mégis ilyen kék színe van, eddig mindig szürke volt, akárhányszor megszocsoltam. Hát nem a legjobb. És van egy elég rendes pergés is. Wow. A szemem brutálisnak néz ki. Tényleg. Ezt nem tudom, hogy fogom megmenteni. A következő dolog, amit használni fogok, az egy Rimmel Londonos szemhéjtus, a Glam Eyes nevezettű. Olyan rég használtam fejépén szemhéjtust. Egyértelműen még mindig jobban szeretem a fejépén szemhéjtusokat, mint a filteseket. Sokkal könnyebb őket használni, legalábbis a véleményem szerint. Úgy gondoltam, hogy fogom ezt az Essence-es szemceruzát a 26-os Beach Bum árnyalatban. Ugye ez egy elég kék árnyalat, és felviszem valahova ide a szemhéjtusom fölé. Talán, de lehet, hogy rossz ötlet lett, hogy felviszem inkább ide. Őszintén nem tudom, mit csinálok. Én sajnálom, hogy nem látjátok rendesen, mert amúgy nem néz ki olyan pocsékó. Most fogok egy fehér szemceruzát, amit az alsó vízvonalamra fogok felhelyezni. Ugyebár a fehér szemceruz az kiemeli a szemünket és sokkal nagyobbá teszi. Szempillaspirálként az Essence I Need a Miracle szempillaspiráját fogom használni, ami szintén nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ez is nem régóta van a boltokban. Szóval ja, remélem jól működik, és elvileg ennek be kéne fognia, mármint be kéne festenie, mármint nem úgy, hogy lemosom és lejön, hanem egy kicsit tartósan színesítenie kéne a szempillákat. Így néz ki, nem tudom, mit várjak, mint egy kicsit be lenne száradva, pedig én nem nyitottam ki. Tudjátok, mit felejtettem el? A szempillát göndöríteni. Oké, még nincs minden össze. Szóval így néz ki az egyik, és eddig a semmi a másikon. Szépen hosszabbítja, talán egy kicsit össze is csomózta a szempillákat, amiket én annyira nem szeretek. Egész szép pillákat csinált, bár én nem vagyok elájulva tőle. Szóval térjünk vissza az arcunkra. Most, hogy így készen van a szemünk, és nem lett olyan borzalmas, nem lett a legjobb, ez tény.
Nem ez lesz az ultimate kedvencem, amúgy is a kék szín az nem áll hozzám közel. Kezdem először a kontúrozással, én ehhez a Revolution Blush palettáját fogom használni. Igazából engem ez a szín érdekel, hogy hogy használható kontúrozásra. Az Essence kontúr ecsetét fogom használni egyértelműen. Wow! Oh my god! Ez talán egy kicsit túl pigmentált. What did I do? Remélem sikerül eldolgozni. Please, please, please. Nálam nagyobb videó, tehát még nem látott a földesküszöm. Ez az oldal oké. Okay. Való életben tényleg 100-szor normálisabban néz ki, mint a kamerán. Nem tudom, hogy miért néz ki így a kamerán. Oké, okay, úgy érzem, az ennél jobb már nem lesz. Szóval viseljétek el ezeket a fura vonalakat az arcomon. Nem értek a kontúrozáshoz, se a bronzosításhoz, se semmihez. Ami tök jó, mert amúgy most fogok bronzosítani. Mégpedig a Lovely Toffee Chocolate bronzerével, aminek isteni illata van egyébként tényleg. Nagyon jó karamellás illata van, Istenem. Most úgy ennék édességet. Egyértelműen visszafogottabb, mint a kontúr. Egyáltalán nem olyan pigmentál, de nekem nagyon tetszik, mert építhető. És most következzen a pirosító, amihez én a Trendy Tuff pirosítóját fogom használni a 0-50-es árnyalatban. És egyébként nagyon szép pirosas, terrakottás, barnás színe van. Oké, okay, pigmentáltsága is nagyon jó. Am I looking like a clown? Maybe I am. And I care? I don't think so. Talán kicsit túlzásba vittem a pirosítót. Most pedig következzen a kedvenc részem, ami nem más, mint a highlighter, amihez én a Miss Sporty Instaglow highlighterit fogom használni. Igen, szép aranyos fénye van, bár ehhez a sminkhez inkább egy ezüstös kéne, de én mindenképpen ezt akartam használni. Szóval nézzétek el nekem, ha egy kicsit úgy nézek ki, mint egy bohóc. A való életben egyébként tényleg nem. Hányszor, annyiszor elmondom, pedig így van, csak ez a világítás, ez egy pocsék világítás. De az orrunkra. Kicsit idő utának érzem magam. Nem baj, jól érezzük magunkat. Úgyis már megpróbálok egy kicsit kilépni a comfort zónámból, ugyanis egy, a make-up, kettő, teljesen egyedül megyek, senkit nem érdekel az, hogy bába jöjjön velem. Sad. Következzen is a száj, amihez én először is a Lovely Perfect Line szájkontúr cezuzáját fogom használni. Hát ezzel egy kicsit nehéz dolgozni. A rúzsnak pedig az Essence Matte 02-es árnyalatú rúzsát fogom használni, ami egy ilyen nagyon-nagyon szép barna. És szerintem tökre illik a szájkontúr ceruzához. Tetszik. Határozottan tetszik. És most jön a legtrükkösebb rész, a műszempilla, aminek én most egy revlonos műszempillát fogok használni, és ezt teljesen kamerán kívül csinálom, mert én ehhez nem értek. Szóval ez a komplett arcunk, sminkünk. Nem vagyok elájulva tőle. Mai napon is voltak olyan termékek, amik jók voltak, amik nagyon tetszettek, és voltak, amik abszolút nem. Ennyi is lett volna ez a videó mára. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, vagy hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Valamint ne felejtsétek el követni az Instagramomat se, mert oda is mindig új tartalmat töltök fel. Ugyanúgy, ahogy a blogomra is, amit pedig az infoboxban találhattok meg, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!